Egy héten keresztül ünnepelhetjük a felújított városházánkat. 2019-ben kezdték a munkálatokat, ma pedig már a munka gyümölcsét élvezhetjük. A városvezetés úgy döntött, hogy Kecskemét méltán híres szecessziós épülete többet érdemel egy átadónál. Június 4-e és 10-e között rengeteg színes programmal készülnek a szervezők. Egyrészt szeretnénk fölhívni a figyelmet, hiszen Kecskemét egy lesajnált terület, turisztikailag lesajnált terület. A délalföldi régió, a Bugac puszta, a puszta közelsége adja ugyan a régi vonzerejét és nimbuszát ennek a területnek. Az utóbbi időben ugye az üzleti turizmusról beszélgetünk, hogy azzal kerültünk újra egy kicsit a turisztikai palettára, de hát azért azt gondolom, hogy egy tihanyi apátság, egy keszthelyi Festetics kastély mellett azért most már Kecskemét ezzel a látogatható, gyönyörű, szép városházájával, látogatóközpontjával, a majd nyíló szecessziós kávézójával, gyönyörű díszteremmel, és azokkal az élményprogramokkal, elemekkel, ami elérhető lesz a jövőben folyamatosan nem hivatali funkcióként, hanem közösséget teremtő funkcióként, élményközpontként, ezzel tudjuk teljessé tenni a turisztikai kínálatát a városunknak. Az ünnepséget a Nemzeti Összetartozás Napja és a Szecesszió Világnapja foglalja keretbe. Minden korosztálynak kedveznek. Gyermek, szecesszióhoz kapcsolódó könnyű zenei és komoly zenei programok is lesznek. Igyekeztünk úgy összeállítani a programokat, hogy a Városháza nagyon sok szegletét belakjuk. Igyekeztünk úgy összeállítani a programokat, hogy olyan helyeket is megtekinthessenek az érdeklődők, amelyek egyébként nem feltétlenül nyitottak a nagy közönség számára. Szervezünk egy bejárást, például egy ilyen barangoló túrát a Városházán, ahol különféle érdekességekkel találkozhatnak a résztvevők. Június 4-e a nyitónap, ahogy említettem. Ez a nap egy nagyon erős és koncentrált nap, amikor rengeteg programmal készülünk, társszervezőink segítségével, többek között a Színházi Olimpia programjait is helyszínül látjuk, vagy vendégül látjuk a Városházán. Lesznek gólyalábas előadások, lesznek gyerekeknek szóló kisebb programok, mesemondás. Az első estére építünk a díszudvaron egy színpadot, ez tulajdonképpen egész héten üzemelni fog, és minden este programokkal töltjük meg különféle programokkal. Többek között vendégünk lesz Szabó Balázs és csapata, vendégünk lesz az Adagio, fellépnek a Kecskemét City Ballet művészei és a szimfonikus zenekar vonós szekciója, de nagyon sok mindenkit tudnék még kiemelni. A díszteremben számos előadást fognak tartani, a Keresztény Értelmiségek Szövetsége határon túli előadásokat hoz Kecskemétre. Minden délután várjuk a gyermekeket az árkádok alá, a Városháza árkádjai alá, ahol szecessziós kézműves foglalkozással várjuk őket. Kialakítunk egy külön selfie pontot az aulában, ahol azonnal kezükbe tudják fogni az elkészített fotót, természetesen ezt is szecessziós háttérrel az érdeklődők. Rengeteg színes programmal készülünk, és hát kifejezetten ugye még amit említettem, a Június 10-e a Szecesszió Világnapja, amikor pedig ezekkel a programokkal készülünk. Fontos még kiemelni a pénteki programjaink közül a tehetségsegítő tanács díjainak átadását, amit szintén egy gála műsor keretében fogunk átadni. Ez is a Városháza díszudvaron kerül megszervezésre. A pontos programokat a kecskemét.hu oldalon olvashatják.